Úgy láttam, hogy utána együtt imádkoztunk. Az édesapák napjának időpontja az anyák napjával ellentétben nem egységes világszerte, viszont a legtöbb országban június 3. vasárnapján méltatják a családfőket. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete hagyományosan közös programmal ünnepli meg ezt a napot, amelynek idei helyszínéül ismét a Dédai tópartját választották. Gyakorlatilag mai világban talán már főleg nyugaton nem olyan egyértelmű, hogy ki a család, és mi ezt egyértelműsíteni szeretnénk, hogy apából és anyából és gyerekekből áll. És tulajdonképpen már több mint 10 éve ezt fontosnak tartjuk, hogy az anyák napja mellett apák napja is legyen. Hiszen nem lehet azt se elnézni, vagy talán lekicsinyíteni az apának a szerepét, hiszen mégiscsak a családnak a feje. Mi keresztény családok úgy gondoljuk, hogy ahogy Krisztus tulajdonképpen megteremtette, vagy a Jóisten megteremtette az embert és a férfit, így a család ebből áll össze, és az apáknak néha kell egy kicsit pihenni is, és nem egy könnyű világot élünk, tehát most 2023-ban Kárpátalján, Ukrajnában háborús helyzet van, én azt gondolom, hogy fontos, hogy kicsit leüljünk, kicsit beszélgessünk, ilyenkor jó egy kicsit leülni, szórakozni egy kicsit, volt egy kis lelki része, lelki feltöltődés is. Köszönjük Kacsó Géza tiszteletes úrnak, hogy emlékedett, és én azt gondolom, hogy ez fontos a megmaradásunk szempontjából is, hogy erős vár legyen a család, és az apáktól nagyon sok minden függ. A keresztény eszmei alapokat előtérbe helyező egyesület tevékenysége során megmutatta, hogy az Istenbe vetett hit kivezet minket a nehézségek közül, és ez az eszmeiség viszi előre a közösséget is. Alkalmaikra rendszeresen hívnak meg vendégelőadókat valamely egyházból. Ezúttal Kacsó Géza, a Bátyói Református Gyülekezet lelkipásztora vállalta a közös program lebonyolítását, aki szintén nagycsaládos és boldog emberként tekint vissza édesapjára. Apák napja van, elkerülhetetlen volt, hogy az apákról beszéljünk, és ha már mi is édesapák vagyunk, nekünk is van édesapánk. Ezzel kezdtem az előadást, egy kicsit a saját édesapáinkról és a velük való kapcsolatunkról, emlékeinkről beszélgettünk. Én úgy gondolom, hogy a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy az apa a családnak a papja. Az apa az, akinek a kapcsán a gyerekben kialakul a legelső Isten kép. Éppen emiatt fontos, hogy az apák hogyan viselkednek, hogyan vannak a családban jelen, mennyi időt töltenek a gyerekekkel, a gyerekek őket látva képzelik el, hogy az Isten milyen lehet, ezért nagyon fontos, hogy mi édesapák milyen képet mutatunk. A nagycsaládosok azért fontosak, mert több gyereket vállalnak, és hogyha több gyerek van, akkor az a megmaradásunknak az áloga lehet. A háború miatt sokáig kérdéses volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan közösségben ünnepelhetik-e az apák napját, illetve az esős időjárás miatt a helyszín sem volt biztos. Meg is kaptuk egy kicsit, hogy az anyák napján ilyen éttermekben voltak az édesanyák, és hogy mi édesapák kicsit ilyen igénytelenebbek vagyunk. Én ezt mondjuk nem nevezném igénytelenebbeknek. Én azt gondolom, hogy itt van ez a Dédai tó, itt van ez a parcella, amit minden nyáron kibérelünk, jöhetnek nagy családosok ide, és valóban itt sütögetünk, kicsit így beszélgetünk, sokkal szabadabb így, mint bemenni egy étterembe, annak is megvan a helye, tehát nagyon szeretünk étterembe is menni, például házaspárok napján, de itt most egy kicsit szabadabban lehet beszélgetni, szórakozni, és valóban az időtől függetlenül, hiszen erre is készítünk B-verzióval, tehát készítünk sátorra, úgyhogy így is megtartottuk az apák napját, tehát bármilyen idő van, bármilyen időjárás, ez is egy üzenet, hogy mi akkor is meg fogjuk tartani ezt a napot, mert ezt fontosnak tartjuk. A Nagycsaládosok Egyesülete számos lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra és a közösségi élet erősítésére. Egymás hite által is, egymás terhének viselése által is megerősödünk, látjuk azt, hogy mindenki ugyanazzal a problémával küszködik, és megleljük egymás beszélgetéseiben a megoldás a saját problémáinkra sokszor, és erősít bennünket abban, hogy a nagy család az jó, és erősít abban, hogy Kárpátalján élni és itt maradni, ez jó dolog, mert ahogy látjuk, a régi arcok mindig újra és újra megjelennek, és hogy az említetted, hogy mi is mindig ilyen helyen megjelenünk a családdal, vagy mikor milyen alakulatban, vagy a gyerekekkel, vagy a gyerekek nélkül. Ez is arra ösztönöz bennünket, hogy ugyanez az életmód másnak is bejött, és akkor ezt mi is ezt az életmódot követjük, és így próbálunk megmaradni Kárpátalján. Az egyesületnél továbbra is várják a nagycsaládosok jelentkezését, akik tagjai szeretnének lenni annak a keresztény eszmei alapokat előtérbe helyező közösségnek, amely idén már csaknem 1000 tagcsaládot számlál.